Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 2-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Babos Ritával, aki nagy sikert aratott az elmúlt időszakban fotóival, majd ellátogatunk a Városházára egy filmbemutatóra, végül egy beszámoló következik a Cégvezető című monodráma premierjéről. Tartsanak velünk! Szép jó estét kívánok, ahogy ígértem önöknek, egy beszélgetés vár most ránk, mégpedig azért fogunk a fotózásról beszélgetni Babos Ritával, akit atlétaedzőként ismerhetünk, szervusz, leginkább, és nagyszerű atlétaként természetesen, mert hogy szervesen kapcsolódik Máté Bence kiállításához, a Vértelen Vadászathoz, ami ugye itt volt nálunk egy hónapig, csak nem, és itt a műsor előtt is beszéltünk róla, hogy fantasztikus siker volt, én mindenféle értelemben. Kicsik, nagyok, idősek, kevésbé idősek ellátogattak nagyon-nagyon sokszor, és mi is köszönthettük itt Bencét a stúdióban, hiszen ő egy nagyon fontos missziót tölt be, mondhatom én, és a természet pedig fontos számunkra. És pontosan ezért gondoltam rá, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy ő mikor meghirdette a fotópályázatát a kiállításhoz kapcsolódóan, a Sostói természetvilág, illetve természetvédelmi terület vezetésével, hogy jelentkeznek-e fehérváriak. És itt megvitattuk a munkatársaimmal, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy profik, kevésbé profik vagy kik, és milyen képekkel jelentkeznek. Hiszen ugye gyakorta járunk mi is arra, Csete Balázs állandó vendégünk mondhatjuk, így aztán mondom, nagyon kíváncsiak voltunk, és aztán a Bence, amikor kihirdette, felkaptuk a fejünket, hiszen az első helyen Babos Rita végzett, a másodikat elmondom, Kalló Balázs, a harmadik pedig Fülöp Attila, és a külön díj nyertese pedig szintén Babos Rita. Úgyhogy ezúton is gratulálok. Egyébként köszönöm, majd folyamatosan szépen fogunk képeket látni. De erről nekünk beszélgetni kell, hiszen a fotózás a jelen világban, a 21. században alapvetés. Kiki telefonnal, ezzel, azzal, de mindenki fotóz. Ezek a képek viszont, mert nekem volt szerencsém megnézni, amelyeket átküldtél, fantasztikusak. És ráadásul egy olyan egységes ábrázolást mutatnak, ami nekem egyszerűen, tehát azt mondtam, hogy ez csoda. No, tehát akkor kezdjük ott, hogy tulajdonképpen egy csornai kislány, aki aztán később környezetmérnök lett, azért ezt tegyük hozzá, ez nyilván valamelyest hozzájárul a természet szépségeit megörökítő fotóithoz. Hogy kezd el fotózni? Beszéljünk a kezdetekről. Hát a kezdetekhez talán az mindenképpen hozzátartozik, hogy a természet szeretetét, illetve az, hogy nagyon sok időt is tölthettem a természetbe, azt a szüleimnek köszönhetem. Édesapám biológia szakos, illetve testnevelő tanár, illetve atlétaedző. És már nagyon pici korom óta nagyon-nagyon sok időt töltöttünk a természetben. Nagyszüleimnél ott egy faluszéli kis ház közvetlenül mellette erdővel, tehát adott volt az a környezet is, hogy gyakorlatilag csak kiléptem az ajtón, és ott fogadott a természet. Úgyhogy ez a fajta kötődés már nagyon pici korom óta megvolt. És hát ahogy telt az idő az iskolában, egy darabig úgy gondoltam, hogy majd én természettel foglalkozó szakember leszek, egy darabig tengerbiológus szerettem volna lenni. Aztán hamar beláttam, hogy hát Magyarországon ez egy kicsit nehéz vállalkozás lenne. Úgyhogy végül a környezetmérnökség mellett kötöttem ki, amit hivatásszerűen nagyon rövid ideig gyakoroltam is, de aztán a sport elcsábított, úgyhogy végül is azóta is a sportban tevékenykedem. De a természet szeretete, illetve a fotózás, nem is azt mondom, hogy megmaradt, mert a kezdetekben még nem fotóztam, hanem csak figyeltem és próbáltam kikapcsolódni a természetbe. Aztán egy műtét utáni otthon töltött kényszerpihenő volt az, ami az áttörést hozta nálam, hogy a 8. emeleti erkélyünkön először csak nézelődtem, aztán észrevettem, hogy ott a városi környezet közepén is micsoda élő világ vesz körül, és elkezdtem fotózni. Milyen volt az első géped? Egy nagyon kis kezdő Canon, tehát ez a belépő kategóriájú Canon gépem.
volt, illetve van meg a mai napig is még pluszban, amivel nagyon sok fotót készítettem. Aztán, ahogy egyre többet és egyre komolyabban szerettem volna ezzel foglalkozni, egy darabig kölcsönbe vett géppel fotóztam, párom is fotózással foglalkozik, és amikor ő éppen nem használta, akkor tőle csentem el a gépet, és így jártam kifotózni. És most nemrég sikerült beszereznem egy középkategóriás saját gépet, ami most már úgy gondolom, hogy a jelen igényeimet kielégíti. Mindenképpen. Mire kell figyelned? Mire figyeltél az első időszakban? Hogy választottál témát magadnak? Valahogy ez így jött magától, hogy a madarak érdekeltek mindig is a leginkább. Tehát ez a madárfotózás az, ami a legjobban leköt, illetve a vele töltött idő. Tehát én valahogy úgy indultam el, hogy elkezdtem először csak sétálni, aztán sétaközben vittem magammal a fényképezőgépet, és nyitottabb szemmel és füllel jártam, mint előtte, és olyan dolgokat is megláttam, ami azelőtt is ott volt, csak valahogy eddig nem figyeltem rá, és elkezdtem megfigyelni, aztán utána megörökíteni a tehát a csend is motiváció valamelyest? Igen. És hát a Sóstúj természetvédelmi terület nagyszerű. Hova mindenhova jársz, azt tudjuk, hogy a Sóstúra gyakorta. Igen, az egyik kedvenc helyem Sóstó. Nagyon sok időt töltök a Kócsaktoronyba, hiszen onnan lehet a legjobban rálátni az ottani élővilágra, illetve most már a többi részét is elég jól felfedeztem. Másik nagy kedvenceim a Gyurgyalagok, oda a Lődombokhoz is nagyon sokat jártam nyáron. Illetve hát a munkahelyem ből adódóan a Bregyó erdő az, ami még olyan szintű közelségben van, hogy napi szinten ki tudok járni, és elég sokszor szoktam magamnak lopni egy-egy fél órát, órát, amennyi időm éppen van, hogy kimenjek a természetbe. Sportolóként bizonyosan nagyon is jól tudod, hogy mi a folyamatos fejlődés záloga. Az odafigyelés, a tehetség és a szorgalom az kézenfogva jár nyilvánvaló, de mi a motivációd igazából? Azon felül, hogy a csodaszép tájon, az erdőben, a víz mellett sétálsz, gondolkodsz és fotózol persze. Hát igazából amellett, hogy mindezt megélem, valahol így elkezdődött az, hogy elkezdtem számolni a fajokat, hogy mennyit sikerült megörökítenem. Hiszen jelen pillanatban Magyarországon egy körülbelül 400 madárfaj honos, illetve fészkel átvonult, tehát amit eddig megfigyeltek, ők 400 tehető, és most már én 130 fölött járok, tehát az a cél, hogy minél több fajt sikerüljön megfigyelnem, illetve fotóznom. Tehát ez az egyik motiváció, hogy a környezetemben számomra új fajokat sikerüljön felfedeznem, illetve amiket sikerül fotóznom, őket szeretném jobban megismerni, tehát utána is járok. Nyilván a végzettségem okán azért viszonylag sokat tanultam, és sokat kellett tanulnom az élővilágról, de mindig tartogat számomra valami újat, és ez is egy kihívás, hogy egyre többet megtudjak azokról. Én ezt szerettem volna kérdezni, hogy a folyamatos fejlődés ugye az működik, ennek az áloga, hogy kihívást lej minden egyes pillanatban. Emellett még mindig szórakoztat? Igen, mert mindig tartogat valami meglepetést. Tehát amelyik fajról azt gondolom, hogy már ismerem, Még velük is kerülök néha olyan helyzetbe, hogy meglepetést okoznak, akár a viselkedéssel, akár azzal, hogy olyan helyen jelennek meg, ahol nem számítottam rá. Tehát a csend beszél tovább. Igen. Vannak példaképeid? Vagy valaki, akinek a stílusa tetszik, és közel áll hozzád? Igazából motivál és ihletet merítek mindenhonnan, és ez nem feltétlen kell, hogy egy nagyon ismert vagy neves fotós legyen, mert egy-egy kép akkor is el tud ragadni, hogyha azt egy amatőr készítette, de nyilván beszéltünk róla, Máté Bence az egyik nagy példakép, és nem a fotózáshoz kötődik, de én David Attenborough-on nőttem fel, úgyhogy ő és az ő munkássága az, ami engem nagyon-nagyon ösztönöz és alapvetés. A tanítványaid mit gondolnak erről? Foglalkoznak vele? Hát ugye az U14, meg az Arakocska ott így összeköti a történetet ezzel a misszióval, mert ez a tiéd, az voltak éppen egy misszió, egy pedagógus, egy tanár, aki napról napra találkozik a gyermekekkel, és nyilván nekik is szembesülniek kell, hogy nem csak ez egy dolog létezik a világon.
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó és nagyon hálás feladat, hogy ennyi idős gyerekekkel foglalkozom, és egy picit néha belecsempészem nyilván ezeket a dolgokat is, például amikor nyári tábort szervezünk ezeknek a gyerekeknek, próbálok mindig valami olyan témájú előadást vagy programot szervezni, ami egy picit szemléletformáló a környezetvédelemmel vagy a természettel foglalkozik. Ennek kapcsán például az egyik évben a Vadmadár Kórház előadását hallgathatták meg, és hát aki ismeri Berkényi doktor urat, mindenki tudja, hogy micsoda fantasztikus dolog az, amit ők csinálnak, és így, hogy test közelbe hozott madarakat a gyerekekhez, ott csodálkoztak rá gyakorlatilag, hogy ilyen is van, és hogy ennyire nem ismerik még a környezetükben élő madarakat. És ahogy hát ugye a fiatalok még nincsenek fönn ezeken a közösségi oldalakon, meg nem annyit interneteznek, de azért eljutnak hozzájuk akár az én képeim is. És nagyon jó, amikor jönnek azzal, hogy Hurita néni, én ezt a madarat láttam és felismertem. Vagy ha valaki lát egy madarat, de nem ismeri, akkor elég sokszor landol nálam a kérdés, hogy na majd akkor biztos én meg tudom határozni. Úgyhogy így a környezetemre is hatással van, ami számomra öröm, mert egy picit úgy látom, hogy közelebb sikerült hoznom a környezetemhez a természetet. És biztos vagyok benne, hogy megerősítést jelent. Egyébként melyik évszak a kedvenced? Valamiért mindegy, tehát mindegyik megvan, hogy miért szeretem. Valamiért a tavasz, nyilván így ha már a madarakat említettem, az a számukra a legaktívabb időszak, hiszen akkor van a párválasztás, fészekrakás, fióka nevelés, tehát a legaktívabb időszakuk, úgyhogy ilyen szempontból a tavasz szeretem a legjobban, de mindegyikben megtalálom a szépséget. No, hát milyen terveid vannak a fotózással? Hiszen én azt gondolom, hogy aki valamikor belekóstolt és megerősítést kapott, és nem csak az elismerés okán, hanem amit a gyermekekről mondtál, az nagyon-nagyon fontos szülőnek is, és a gyermeknek egyaránt a későbbiekben. De mi mindent tervezel a közeljövőben? Hát konkrét tervem igazából nincsen, mivel az, hogy mennyi időt tudok fotózással, illetve a természetben tölteni, az mindig a munkámtól is függ. És szerintem sokan vagyunk ezzel, hogy annyi időm, amennyit szeretnék kint tölteni, annyi soha nincsen. De továbbra is az egyik cél az, hogy minél több madárral találkozni és megörökíteni. Illetve nyilván próbálok fejlődni, amit leginkább úgy sikerül elérnem, hogy a saját fényképeimet elemzem, saját hibáimból tanulok, hogy ha legközelebb ilyen szituációba kerülök, akkor esetleg mondjuk mit csinálhatnék jobban. Tehát mindig van valami, amit találok, hogy ha legközelebb, akkor majd így csinálom. Illetve amit még nagyon szeretek, és ezért nem is tudom tervezni, amikor spontán jönnek a fotó témák, illetve az ötletek, hogy most éppen hova menjünk kirándulni. És ilyenkor mindig adódnak ezek a meglepetésszerű alkalmak, hogy milyen fotóalany kerül a gépem elé. Nos, hát én azt kívánom ehhez, hogy folytasd. Nincs kétségem felőle, hogy további ilyen értelemben sikerek várnak rád, és ha nem, az sem számít, mert azt hiszem, hogy a felnövekvő ifjú nemzedék nagyon sokat tanulhat tőled, és mi felnőttek is, főleg, ha megnézzük ezeket a képeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. A Városháza dísztermében mutatták be az Álmodtam egy világot magamnak című dokumentumfilmet. Az alkotás a Székelyudvarhelyi Orbán Alapítvány a hátrányos helyzetű fiatalokat segítő misszióját mutatja be. A Városháza dísztermében mutatták be Megyeri Zoltán és Nagy Zoltán Péter Álmodtam egy világot magamnak című dokumentumfilmjét, amely a Székelyudvarhelyi Orbán Alapítvány életét, mindennapjait mutatja be. Az alapítvány 1996 óta teljesíti misszióját az elhanyagolt, elhagyott, sorsukra bízott gyermekek befogadásával és gondozásával. Nagyon fontos, hogy ne engedjük el a határon túli magyarságnak a kezét, fontos, hogy jelenlétekkel ott legyünk. A történelmi voltunkból is Székesfehérvár történelmi Székesfehérvárként nyilvánul meg, ezért is úgy gondoljuk, hogy számos olyan helyen részt szeretnénk venni a határon túli magyarságnak az életébe, ahol tudjuk őket támogatni. Az Orbán Alapítvány 96
csapatot, a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal érő gyerekeket támogat, fejleszt, nevel. Nekünk nagyon fontos, hogy segítsük a munkáját. Ezért is készült ez a film, amit most bemutatunk most itt a díszteremben, ami egy kicsit az alapítványnak az életébe enged betekintést. Évek óta támogatjuk, nem csak gazdasági szempontból, hanem civil szervezet kapcsolat által is ugye fontos, hogy ott legyünk a határon túl Magyarországgal, közösen kapcsolatba tartani őket. Ez az alapítvány is egy olyan, ahol közösen tudunk az értékeinkről, a fogyatékos gyerekekről gondoskodni. Az Orbán Alapítvány, az udvarhelyszéki régió hajtóereje abban van, hogy létrehozott a gyermekek számára egy külön kis világot, ahol jogaik érvényesülhetnek. Felemelő érzés megteremteni az esélyt, hogy a fiatalok, akiknek otthonra, élelmiszerre, oktatásra, rehabilitációra van szükségük, immár tisztességes életet élhetnek, amelynek alapja Orbán Ágnes és munkatársai elkötelezettsége. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy ez a film 3 évvel ezelőtt került forgatásra, és azóta rájöttünk arra, hogy az a telek, az a föld, ahol szerettük volna építeni, az kicsi számunkra. Épp ezért azt eladtuk, és a várostól nem messze vettünk egy 78 záros telket régi házzal, amit most nekiálltunk felújítani, területrendezések folytak, és oda fogunk nekiállni építkezni. A gyermekek nyilván majd szívesen nézik vissza ezt a filmet, ugyanakkor mit jelent önöknek, hogy nyilvánosságot kap az a misszió, amit önök teljesítenek? Hát legfőképpen nekünk a hírnév a fontos, és azt, hogy tudják, hogy léteznek ezek a gyerekek, és úgy igenis kell tenni azért, hogy életben maradjon az övéké a fejlődés, mert az, hogyha ők nem tudnak fejlődni, hiszen fontos a családjuk részére is, saját maguk részére is, úgyhogy próbáljanak meg már amennyiben önálló életet élni. Megyeri Zoltán és Nagy Zoltán Péter filmjében hitelesen fogalmazzák meg a mindennapok nehézségeit, az esélyteremtés, a rehabilitáció folyamatát, azt a biztonságot nyújtó folyamatot, amelynek mentén reményt kapnak a fiatalok. Mi úgy indultunk el, hogy nem tudjuk, hogy elindulunk. Én egy nagyon szomorú hírre mentem Székelyudvarhelyre, hogy Orbán Zsuzsa, aki alapította ezt az alapítványt, amit olyan nagyon nem ismertünk akkor még, meghalt, hiszen ő is azok közé tartozott, aki hátrányos helyzetű volt, elsősorban a testi felépítése miatt. A betegség elvitte őt nagyon fiatalon, és az alapítvány úgy maradt magára, hogy benne olyan srácok és lányok voltak, akiket az égvilágon senki nem támogatott, az égvilágon senki nem foglalkozott velük. Fokozottan hátrányos helyzetű, erősen fogyatékkal élő emberekről van szó. Ezt úgy kell érteni, hogy nem foglalkoztak velük, hogy a román kormány sem. Állami szervek, senki az égvilágon semmilyen támogatást nem adtak nekik. Orbán Zsuzsa volt az, aki a semmiből fölépítette egy kis várat nekik. Aztán azzal, hogy elment, azzal úgy tűnt, hogy egy olyan légüres tér marad, ahol ezek a fiatalok hát el fognak tűnni. És minden tiszteletem Ágnesé, aki hasonló betegségben szenved, mint nővére Zsuzsa, és ugyan könnyek között, de elvállalta, hogy folytatja tovább az alapítvány. Na, innentől kezdve már az ember tudta, hogy ez igenis valamilyen fajta missziót kér. Játékos formában, de a mélységeket megmutatva ábrázoljátok az alapítványban a gyermekek mindennapjait. Mi az elsődleges tapasztalatod? Mi az, ami sokkal közelebb hoz bennünket, és akár a segítségre is sarkal? Én attól félek, hogy nem tudok más, csak egy olyan szót, amire azt mondják, hogy közhely, a szeretet. Ez az, ami kell, hogy minden embert elindítson. Ezek a legények, lányok, akik ott vannak, ha a kerítésen kívülre kerülnének, egyedül nincsen kerítés egyébként, ez csak szimbólum, de ha gondozáson kívül kerülnének, azonnal elvesznének. Az égvilágon senki nem akarna velük foglalkozni, nem akarná megérteni őket, nem akarna semmit se csinálni. Miközben, ha látszik, hogy foglalkoznak velük, akkor pedig a lelkük olyan, amivel madarat lehet fogadni. A film megerősítést ad, hogy az Orbán család missziója a segítőknek is köszönhetően a jövőben is folytathatja szolgálatát.
Bemutatták H. János, a cégvezető című regényéből született monodrámát a Pelikánfészekben, a darabban a főhős cégvezetőt Sági Tamás személyisíti meg. De téged nem kell félteni. Meg vagy kembe minden hájjal. Aztán persze a csőd biztos is meg lett kembe, hanem is hájjal. Hogy ne verje a nyálát, hogy nincs elég bevétele az eljárásból. Te olyan vagy a pénzügyek terén, mint egy felfedező. Havonta kiáltod el magad, hogy pénz! Pénz van a láthatáron! A cégvezetőből H. János 2020-ban megjelent azonos című regényéből Perce Lenikő dramaturg és Sági Tamás színművész készített színpadi változatot. A dramaturg kivételes lehetőséget teremtett Sági Tamás számára, hogy korszakos monodrámával gazdagítsa a magyar színházi életet. Jött a pandémia is, leállt a színház. És a Tamás felhívott engem telefonon, Sági Tamás, hogy ő szeretné kihasználni ezt a helyzetet arra, hogy végre foglalkozzon egy anyaggal olyan elmélyülten, amire soha nincsen idő, amikor ugye pörög a színház, jönnek az előadások, és hogy esetleg van-e bármilyen ötletem, hogy milyen anyaggal foglalkozzon, és legelőször azt mondtam neki, hogy én szerintem hagyjuk a jól bevált monodrámákat és már ismert klasszikusokat, gondolkozzunk kortárs magyar írókban, és aztán egyszer csak szembe jött velem a H. János cégvezetőjéről egy írás, aztán ugye később Libri irodalmi díjra is jelölték, és elolvastam, megrendeltem a könyvet, elolvastam, Tamásnak is elküldtem, aki azonnal beleszeretett, és már tárcsázta is H. Jánosnak a számát, hogy elkérje tőle a jogokat, meg egyáltalán a beleegyezését kérje. Nehéz volt folytatnod az érzelmileg máshová pozícionált történetet, de folytattad, mert hittél abban, hogy érzékeltetni tudod velük, hogy milyen mély érzelmek lobbantak fel benned. A többiek hallgat. Sági Tamás régóta kacérkodott egy önálló est egy monodráma gondolatával, aminek a megszületését végül a koronavírus okozta kényszerszünet tette lehetővé, a 370 oldalas regényből egy 1 óra 20 perces előadás jött létre. A cégvezető története, ami a regényben nagyon sok szálon fut, legalább 10 szál, de most csak mondtam egy számot, ebből én kiválasztottam 3 főszálat, amit végig tudok vinni az elejétől a végéig, mert nem éreztem jónak, hogyha belekapok mindegyik szálba, nem lett volna kerek a történet, illetve körülbelül szerintem egy olyan 6-8 óra hosszúságú lett volna maga a darab. És akkor arra gondoltam, hogy legyen 3 szál, de azt akkor az elejétől a végéig, ahogy a regényben is van, szinte végig tudom vinni. És tulajdonképpen ez a 3 főszál nagyon pontosan végig viszi a cégvezetőnek mind a magánéleti válságát, a problémáit, a kétségeit, oda, ahol eljut a végén, és mellette azt a fajta morális állapotot, amiben mi élünk, egészen a rendszerváltástól, azt rendkívül pontosan és jól fejezi ki Háj. Azt azért eszhetném mondani, hogy itt még véletlenül sem gondoljon senki aktuál politizálásra. Itt nem erről van szó. Egyáltalán egy név, egy, szóval semmi nem hangzik el. Talán annyi, hogy a 80-as évek, azt hiszem, hogy elhangzik benne, hogy onnan kezdődik tulajdonképpen a rendszerváltástól az a fajta, hogy mondjam, morális közeg, amiben mi élünk. Nem fogtad meg az Isten lábát. Csak egy nőjét, egyre feljebb. És amikor végre elváltál, legfelülre kerültél, mert a titkárnő egyelőre még olyan volt, mint a kezes bárány. A búsuló juhász egyetlen öröme a furujáján túl. A kölni terror támadás és a gyerek még hátra. A munkában Hargita Iván rendező konzulensként segítette az előadás megvalósulását. Sági Tamásnak a találmánya volt, és gyakorlatilag ezt ő is küzdötte végig, 99%-ban elejétől a végéig. Ez egy nagyon, nagyon bátor vállalás az ő részéről. Azt gondolom, hogy ő színészileg abba az időszakba jutott, amikor azt érezte, hogy kötelezőnek érzi azt, hogy kipróbálja magát ebbe a rendkívül nehéz műfajban. Tehát a monodráma az egy borzalmasan nehéz műfaj. Az, hogy lekötne nézők figyelmét egy másfél órán keresztül egy embernek, az nagyon-nagyon-nagyon komoly színészi kihívást jelent. És azt érezte, hogy ebbe szeretné magát megmérettetni. Én ezt nagyon-nagyon támogatom, egy nagyon
tehetséges színészről beszélünk, és azt gondolom, hogy, hogy ez az anyag, ez, hogy mondjam, egy ilyen anyagot általában azért a színész szinte magának kell, hogy megtaláljon. Nem is a igazgató, vagy a rendező, vagy barát, hanem ezt neki kell megtalálni, és ő ezt olvasta, ezt a regényt, nagyon megtetszett neki. Perce Enikő, mint dramaturg segített abba, hogy, hogy ezek a szöveget, nyilván az egész regény nem tud megjelenni, hogy ez hogyan kell kezelni ezt a szövegmennyiséget, egyeztetek az íróval, Hályi Jánossal, és én csak utána léptem ebbe a történetbe. Nekem nem volt több a szerepem, mint egy ilyen supervisor voltam ebben a helyzetben, hogy egy kicsit inkább beszélgető, vitatkozó partnere lenni egy-egy résszel kapcsolatban. A történet nem csak a cégvezető magánéletét mutatja be, hanem nagyon pontos társadalompolitikai vetülete is van. A társadalom morális és etikai állapotát is megkapja a néző Hályi Jánostól a 70-es évek közepétől napjainkig. Holott te annyira vágytad az együttlétet, hogy bármiben benne lettél volna. De ez a bármi nem lett felajánlva, és nem lehetett kikövetelni sem, mert a veled élő nő csak azt mondta, hogy miért csinálnak azt a bármit, amikor így is jó? És te nem mertél ellent mondani, hogy nem jó. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, várom önöket a jövő héten is, viszontlátásra!